Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban bemutatjuk azt a segítségre szoruló izsáki hölgyet, akinek gyermekei és férje halála után is van még hite. Ezután megtudhatják, hogyan szigoríthatják a jogosítvány nélküli vezetés büntetési tételét egy törvényjavaslat szerint. Kezdünk is! Vannak olyan emberi sorsok, amiket sokan el sem tudunk képzelni, mégis léteznek. Az izsákon élő kis Éva élete pont úgy indult, mint bárki másé, de a sors közbeszólt. Sorra vesztette el családtagjait, és közben kapott egy agyvérzést. Bénulása és férje halála miatt pedig már nem tud úgy dolgozni a közös vállalkozásukban, ahogy eddig, így most nagyon nagy segítségre van szüksége. A közös szakma, a kárpitozás hozta össze kis Évát és férjét, Sándort. Éva és Sándor élete ugyanúgy kezdődött, mint bárki másé. Kezdetben Éva édesanyja házában éltek, később azonban közös vállalkozást terveztek, és közben megszületett 1999. novemberében első gyermekük, Dusán. A kisfiú azonban 4 évesen, 2004. augusztusában életét vesztette egy autóbalesetben. Éva és Sándor a szörnyű tragédia után sem adta fel. Azért, hogy megteremtsenek egy közös kárpitos műhelyt és egy nagyobb családi fészket, svájci frank alapú hitelt vettek fel egy izsáki ingatlanra. Megszületett 2 kislányuk, Odett 2005-ben, Iringó pedig 2007-ben. Így már teljes volt a boldogság, család, ház, gyerekek és a vállalkozás. Ezt a boldog és tökéletesnek látszó időszakot azonban rövidesen újabb tragédia követte. 2009. májusában ugyanis Odett rákos betegsége miatt mindössze 3,5 évesen követte bátyját a mennyországba. A kislány betegsége idején Éva és férje nem fogadták el, hogy gyűjtsenek nekik, úgy gondolták, hogy az ő feladatuk ezt megoldani. Így újabb hitelt vettek fel, majd rövidesen bekövetkezett a már jól ismert svájci frank bukás. Nagyon-nagyon sokat kellett dolgoznunk, hogy egyáltalán megmaradjon ez a ház. És egy olyan mókuskerékbe kerültem, kerültünk tulajdonképpen, amiből később már láttam, hogy valahogy ki kellene mászni, de akkor már nem volt hogy. Tehát akkor már nem láttam belőle kiutat, csak a munka, és akkor pörgött, és akkor semmi, tényleg csak a munka. Tehát az összes ismerősünk úgy ismer minket, hogy mi állandóan csak dolgozunk. Nem megyünk sehova, tényleg így volt. Sehova nem mentünk, csak a munka. Fesztiválokra, rendezvényekre jártam, sokszor ő is eljött velem, férjem is, és 2015-ben úgy alakult, hogy az agyam azt mondta, hogy jó, akkor ennyi volt. Tehát itt akkor most fejezzük be, mert ezt nem lehet így tovább. Agyvérzést kaptam, 12 nap múlva a kifolyt vér, ami bent maradt, ugye az berögösödött, elindult, és egy 7 cm-es területet elzárt, bal oldalam az elszállt, és tolószék. És akkor ott ültem nagykörösen a tolószékbe, hát azt nem kívánom senkinek. Mikor azt látod, hogy az életed az úgy megállt, és folyik melletted az élet, csak te nem vagy benne. És tudod azt, hogy van egy családod, aki otthon vár rád, és muszáj mindent megtenned, és erőn fölül minden tényleg, nem mondhatom azt, hogy elhagytam magam, mert egy percre se szerintem, és már ott, még bénán feküdve, már kitaláltam azt, hogy jó, akkor innentől eddig életemnek vége, de amit csinálok, azt meg nagyon szeretem. Éva újra tanult mindent, amit csak lehetett, férje pedig mindvégig hitt a felépülésében, támogatta, ahogy csak tudta. Hogy annyira pozitív férjem volt, hogy én nála pozitívabb embert én még nem láttam. És mindenbe támogatott, amikor nem voltam éppen szép látvány. Ezek a tragédiák úgy azért hogy a bélyeget nyomogatták rám szépen, és ő akkor is mindig, hogy milyen szép vagyok, meg ilyeneket mondott. Tehát maximálisan, pozitívan erőt adott mindig a mindennapjaimhoz, hogy tudjak tovább létezni, és épülni, és
meg is lett az eredményem. A bénulás ugyan nem múlt el maradványok nélkül, de Éva megtanult így is élni. A jövőkép reménye már a kórházi ágyon fekve felvillant benne, hiszen világ életében az alkotás volt a lételeme, így tudta, hogy nem adhatja fel azt, amit addig csinált. Ezért döntött el, hogy elindít egy webáruházat, hiszen a rendezvényeken, kézműves vásárokon már nem tudott megjelenni, ugyanis agyvérzése óta nem vezet. Éva elfogadta sorsát, és kihozta a legjobbat az akkori helyzetéből, amit csak lehetett. Újra boldogok lehettek. 2021 első napjaiban azonban újabb tragédia érte a családot. Férje, édesanyja eltávozott közülük. Ismét összetörtek. Január 21-én eltemették az édesanyát, majd Éva férje Sándor a temetés másnapján összeesett, és a karjaik közt meghalt tüdőembóliában. Itt maradtunk ketten a kislányommal. Én egy agyvérzéses bénaságból fölkelve. A vállalkozásunk, ami addig volt, azt felejtsük el. Tehát az már úgy nincs. Ami termékeket én még meg tudok csinálni azokon a napokon, amikor jól vagyok, akkor ugye valamennyi kis terméket meg tudok csinálni, de ez már töredéke annak, ami volt. Tehát, ha a lakáshitelünk nem lenne, akkor el tudom magunkat tartani, tudunk tovább létezni, tudunk tovább élni, tehát nem félek olyan értelemben a jövőtől, soha nem is féltem, mindig is dolgoztam, mindig is a saját munkámból tartottam el magam. Ha nem lesz hitelem ezen a házon, akkor már mindenem megvan. Egészséget a jó Isten mindig ad, annyit, amennyi kell nekem, mindig segít. Mindig. Tehát nem hagyott el a hitem se, egy percre se. Az is megmaradt nekem szerencsére. Tudom, hogy hova tartozom, csak vannak nehéz napok. Éva 13 éves kislánya túl hamar tapasztalta meg, milyen a felnőtt lét. Ő a mindennapjait nem a szokásos tinédzser dolgokkal tölti, hanem édesanyját figyeli és ápolja, végzi a ház körüli teendőket. Most egy magaságyásos kert kialakításán dolgoznak, rájöttek ugyanis, hogy az egészségük mindennél fontosabb, így szeretnének saját gyümölcsöt és zöldséget termeszteni. Kaptak már tárgyi segítséget, raklapot, téglát, földet, most azonban fizikai segítségre lenne szükségük, hogy mindez meg is valósuljon. Olyan nehéz ezt az egész nyomorunkat így most a világ elé tárni, mert nekem mindig munkára tanítottak, és én most is dolgozni akarok, csak nem bírok úgy, ahogy kellene. És ez egy olyan iszonyatos érzés, amikor azt érzed, hogy fejbe csinálnád, csak nem bírod. Tehát februárban volt most egy szívkatéter vizsgálatom, jövőre terveznek beavatkozást, és majd meglátjuk. Most egyelőre még nincs fizikai erő. Éváéknál a legnagyobb problémát a hatalmasra nőtt svájci frank jellegű lakáshitel törlesztése okozza. Bénulása óta a bal kezén csak két ujjába tért vissza az élet, ami miatt nem tud úgy és annyit dolgozni, amennyit kellene, hogy mindent ki tudjanak fizetni. Aki szeretné támogatni Évát és Iringót, a képernyőn látható számlaszámra utalhatja el azt az összeget, amit gondol, amennyit megtehet. Az utalás során a kis Éva nevet kell feltüntetni, és a közleménybe az adományszót kell beírni. Egy új törvényjavaslat értelmében szigorúbb büntetésre számíthat majd az, aki jogosítvány nélkül vezet. A jövőben az engedéllyel nem rendelkező sofőröket börtönbüntetéssel is sújthatják majd, ha a tervezetet valóban életbe léptetik. Ez az a baleseti helyszín, ahol egy nő ittasan gázolt el egy gyalogost a zebrán. Bár a helyszínen elvették a jogosítványát, mégis visszaült autójába, és még aznap délután Soltvadkerten balesetet okozott. Tavaly augusztusban ez az autó szintén egy ittasan jogosítvány nélkül vezető szabálytalanul előző sofőr miatt pördült meg és landolt a tetején, a vétlen sofőr utasa meghalt. A jogosítvány nélküli vezetés évről évre sok balesetet okoz a magyar utakon. A hatóságok összesen 3086 embert tiltottak el a vezetéstől 2021 első két hónapjában, valamivel kevesebbet, mint 2020 azonos időszakában. Ezeknek az embereknek egy része mégis úgy gondolja, hogy jó ötlet így is volán mögé ülni. De akadnak olyanok is szép számmal, akik soha nem szereztek vezetői engedélyt, mégis kimerészkednek az autókkal az utakra.
Egy új törvényjavaslat miatt azonban bűncselekménnyé válhat, ha valaki jogosítvány nélkül vezet, ha pedig úgy ül volánhoz, hogy a rendőrök bevonták a vezetői engedélyét, akár 3 évre is börtönbe kerülhet. Ez áll abban a törvénymódosító javaslatban, melyet a kormány nyújtott be. Az indoklás szerint az eddigi büntetések nem tántorítják el eléggé a szabályszegőket. Az új szabálytervezet értelmében az elkövetőket már börtönbüntetés fenyegetné. Sajnos sokan gondolják, hogy a vezetés elsajátítása egy könnyű feladat. Azonban sokszor már a legegyszerűbb feladatok is nagy odafigyelést igényelnek. Amikor megkérdeznek, hogy mi a legnehezebb az oktatás során, én azt szoktam mondani, a kanyarodás elsajátítása. Egyszerűnek tűnik egy kanyarodás, de annyi mindenre kell figyelni, és az autókezeléshez hozzá lehet még rakni, ugye, hogy figyelni kell a gyalogos táblát, hova kanyarodunk, bekanyarodhatunk-e egyáltalán. Tehát ez egy annyira nehéz és komplikált feladat a tanulóknak, hogy én azt mondanám, hogy aki elkezd tanulni vezetni, ezt az egyik legnehezebb meg elsajátítani és megtanulni. Füredi Tamás hosszasan tudta volna még sorolni azokat az alapvető feladatokat, amiket egy autósnak meg kell oldani az utakon. Aki még nem szerezte meg a jogosítványát, valószínű ismerősöktől, barátoktól fog informálódni arról, hogy is kell ezt elsajátítani. Mi pedig megmutatjuk ténylegesen, szabályosan, hogy hogy kell ezt megoldani, nem pedig hallomás alapján, hiszen az interneten fellelhető tudás az nem biztos, hogy egyenlő a jó tudással, ami a KRESZ-ben le van írva. Mi pedig ugye a KRESZ alapján próbáljuk már magát, az autókezelést is megtanítani, nem csak a szabályokat, ugye, hiszen a közlekedésben nem csak arról van szó, hogy az autót kell tudni kezelni, hanem a táblák észre kell venni, a változó tényezőket észre kell venni, gyalogos, kerékpáros, keresztirányú forgalom, egyebek. Tehát ezekre mi megtanítjuk a jelölteket, viszont aki önállóan tanul meg vezetni, ő valószínű arra fog fókuszálni, hogy az autót tudja kezelni, és tudjon vezetni. Erre szoktuk mi azt mondani, hogy kb. Vezetni megtanítunk 2-3-4 óra alatt egy tanulót, de közlekedni viszont kell az a kötelező óraszám, amivel ugye vizsgára el tudjuk vinni őket. Magyarán ki kell ismerjük magunkat a dzsungelbe, amit a közlekedés jelent? Így van, tehát nem egyszerű, mert folyamatos inger ér minket a közlekedésben, és ezeket mindenféleképpen le kell tudnunk kezelni megfelelő módon. Minden balesettől a tanfolyam sem véd meg, mégis sok plusz tudást ad, ami később akár életeket is menthet. A jogosítvánnyal rendelkező sofőr mellett ugye jó pár óráig ott ül egy oktató, és ha ilyen veszélyes szituáció következik, vagy a lehetősége fennáll, akkor már előre felhívja a figyelmét rá, hogy ebből baj lehet, és ezért meg tudja majd oldani, le tudja kezelni. Egy jogosítvánnyal nem rendelkező vezetőnél pedig az a probléma, hogy nincs, aki felhívja a figyelmét rá, tehát nem tud még a hibájából sem tanulni, hiszen ha hibáz, akkor valószínű abból már baleset következik, de még a jogosítvánnyal rendelkezőknek, a friss jogosítványosoknak is el szoktuk mondani, hogy mindenféleképpen egy fél év, egy év, másfél év után egy vezetéstechnikai képzésre érdemes elmenni, ahol ténylegesen ezekre a hirtelen fellépő akadályokra tanítjuk meg a jelölteket. A legnagyobb probléma, hogy a jogosítvány nélkül vezetők zöme nem rendelkezik azzal a belátási képességgel, ami megmutatná számukra, mekkora kockázattal jár, ha engedély nélkül a volán mögé ülnek. Szakemberek egybehangzó véleménye szerint, ha valaki baleset vagy közlekedési kihágás miatt veszíti el a vezetői engedélyét, a legszerencsésebb, ha felteszi magának a kérdést, mit hibázott és hogyan tudná azt kijavítani. A legveszélyesebb magatartás ilyenkor a felelősség önmagunk előtti letagadása. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Készen áll a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskolában a gyerekek hétfői fogadására. Az alsó tagozatos tanulók körülbelül 10-15%-a marad otthon a szülők kérésére. Könnyebbséget jelent az idei végzősök számára, hogy csak írásbeli érettségi vizsga lesz 2021-ben. A Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményeiben az érettségit és a szakmai gyakorlati vizsgákat is megtartják. A teraszok várhatóan akkor nyithatnak, ha az országban elérjük a 3,5 millió beoltottat. Jelenleg csak házhoz szállítással és elviteli lehetőséggel működhetnek az éttermek. Jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítését tervezi a 445-ös főút legveszélyesebb kereszteződésébe a Magyar Közút. A metró áruháznál található felhajtó csomópontjánál már több baleset történt.
Újabb mentetörőt korai denevéreket helyeztek el a Tiszaúgi denevértoronyban a Kiskunsági Nemzeti Park szakemberei. A biztonságos telelőhely a szaporodásukhoz is megfelelő körülményeket biztosít. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk holnap is, köszönjük mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!